Május 18-án kora este 16 aláírás került a Komáromi Magyar Civilek Egyesülése megalakulásáról szóló szerződésre, és így ez a jogalanyisággal nem rendelkező egyesülés papíron is kinyilvánította együttműködését, elfogadva az alapszabályt. Az eseményre a Klapkavigadóban került sor, a média jelentős érdeklődése mellett. A civil szervezetek a társadalomban olyan önként vállalt feladatot látnak el, amelyet más jellegénél fogva nem tud fölvállalni. Ezért a civil szerveződések fontos, hogy tisztelettel, alázattal és odafigyeléssel az emberekre végezzék a munkájukat. Mi 16 civil szerveződés azért társultunk, mert vannak olyan közös dolgaink, amik meghaladják egy-egy civil szerveződés erejét, és ezt együtt jobban el tudjuk látni. Ezek a közös feladatok, ezek most olyan akarattal találkoznak, ami valójában nem lebecsülendő, mert 16 civil szerveződés olyan szellemi potenciát képvisel, akinek a hangja messzebb hallatszik, mint egy-egy civil szervezetnek akár a kiáltása. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy visszaadjuk az adott szó becsületét, amennyiben sikerül, szeretnénk a sétáló utcát megtölteni emberekkel, és ez az egymásra találás, gondoljuk, hogy példa lehet az embereknek is, hogy nekünk beszélni kell egymással, és egymást segíteni, nem egymás ellen dolgozni, de ez a feladat, ez már az utolsó pillanatban kerülhet megoldásra, amennyiben sikerül. Az együttműködésnek számtalan formája lehet. Most eddig is már próbaként, vagy talán a helyzet úgy hozta, szerveztünk olyan rendezvényeket, amiben több civil szerveződés is közreműködött. Kint volt a Holtvágon május 8-án a szülők és a óvodások találkozója. Ez nagyon jól sikerült, ebben az Öreg Diák Szervezet, egy Jobb Komáromért civil szerveződés. Nem szeretnék senkit kihagyni. A Gaudium, a Teátrum, Dráfi művész úr mesét mondott a gyerekeknek. És én azt hiszem, hogy ez egy sikeres rendezvény volt. De nem csak a rendezvényekre gondolunk, mi tanítani is, meg gyógyítani szeretnénk az embereket, mert az emberi lélek az már úgy ki van éhezve az igaz szóra, hogy talán ebből is adódóan vannak bizonyos betegségek. Tehát szeretnénk valami felüdülést hozni a közösségi életbe.